Az idén ennek mondjuk kétharmad része lesz, akkor már örülni fogunk neki, mert nagyon naszály volt április vége, május. Belvízzel küzdöttünk egész tavasz, az összes mélyfekvés minden víz alatt volt, egy csomó területet nem lehetett elvenni. Fülöp János Ülcsény polgármestere már júniusban látta, hogy az idén jóval kevesebb búzát aratnak le, mint a korábbi években. A nyári aratás befejeződésével azt tapasztalták a szakemberek, hogy nem csak a búzából lett kevesebb, az árpa, a rozsa, tritikália, a repce és a magborsó esetében is elmondható, hogy a termés átlagok elmaradtak a korábbi években tapasztaltaktól. Kicsik lettek a kalászok, alacsony lett a hektoliter súlya az árpának, úgyhogy egy közepesen jó terméseredmény alakult ki az idén. Az őszi búza 49 ezer hektáron vetettük. Elmaradtunk, megmondom őszintén, az eddig megszokottaktól, mert Tolna megyében mindig 6 tonna fölött szokott lenni a búzának a terméseredménye, most 5,8 tonna lett. A legrosszabb terméseredmény meglepő módon a Tamási járásban, a legjobb pedig a Szekszádi járásban lett. A búza harmada malmi minőségű, kétharmad része pedig takarmány minőségű. A csökkenés és a minőségi romlás oka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke szerint is az időjárásban keresendő. Ez a áprilisi-májusi aszályos időjárás, ez nagyon megviselte a búzaállományokat is, úgyhogy emiatt tudható be ez a csökkenés, de ez országosan is elmondható, tehát országos szinten is új a statisztikák szerint 7%-kal lett kevesebb, mint az elvárt eredmény. A kukoricának eddig kedvezett a nyár, de a hőség még okozhat gondokat. A napraforgónak pedig nem tett jót, a nyár közepén leesett sok csapadék, sok helyen gombabetegséget okozott. Eközben zajlik a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program, aminek Tolna megye is aktív részese. 5 helyszínen gyűjtik a búzát augusztus közepéig. A megőrölt lisztet a vérellátó szolgálatnak és a Tolna megyei nagycsaládosoknak adják majd oda szeptemberben. Az idén először pénzadományt is fel lehet ajánlani.